hívása a kialakult súlyos helyzetét. A mai napon bankot fogunk gyalászni és vélemény nyilvánítani, tehát az OTP az első helyünk, és fogunk menni minden bankhoz, és sorba veszünk mindent itt. És kinyilvánítjuk a véleményünket, tehát most akkor először is megköszönném, hogy eljöttetek ti Budapestről, és nagyon-nagyon korán indultatok, és köszöntelek benneteket, és nagyon nagy szeretettel várjuk a Nem adom a házamat mozgalom harcosai Kóka László vezetésével. Na szépen most ennek egy Kóka László és a többi harcosás, és Kóka László éppen bent ügyintéz, most aztán várjuk, majd aztán sorban mindenki megteheti ezt az ügyintézést. Tehát a mai nap erről szól, ugye, mint hirdettük reggel 8-szor, 18 óráig, szentesülhetnek a bankok azzal, hogy csaltak, és mi ezt nem hagyjuk. És nem hagyjuk, majd ide jöhetsz, Kata, te is elmondhatod, de nyugodtan gyere te is ide, és a napnál világosabb, hogy átvertek bennünket, és ezt nem fogjuk hagyni, hogy kizsákmányoljanak továbbra, és elvigyék a házainkat, otthonainkat és autóinkat. Tehát nem adjuk. Ja, és akkor még az életünkről meg nem is beszélve, ugye, hogy 4000 ember ment ezért a halálba, sőt, mert még amiről nem is tudunk. Tehát mindaddig folytatjuk a tevékenységünket, amíg érdemleges megoldás nem fog születni, mert a kormány az csak maszakolja az ügyünket, és nem érdemben foglalkoznak ezzel az egész ügyel. Tehát teljesen félrevezetnek bennünket.